Az előző videóban megnéztük, hogy hogyan tudunk létrehozni blokk rajzelemet, és azt, hogy mire is jó maga a blokk rajzelem. Most megismerkedünk az attribútum fogalmával. Az attribútum egy olyan szöveges információ, amelyet a blokkunkhoz kapcsolhatunk, és minden olyan esetben, amikor a blokkunkat beillesztünk, az attribútum aktuális értékét felül kell írnunk. Mire jó is ez? Képzeljük el azt, hogy például magasépítészetbe dolgozunk, tervezünk, és a magassági szint értékekkel szeretnénk egy szintjelet elkészíteni. És minden egyes esetben, amikor ezt a szintjel blokkot beillesszük a modellterünkbe, a magassági értéket a parancsolón keresztül szeretnénk megadni dinamikusan. Hogy ne kelljen mindig új szövegrajzelemeket létrehozni, hanem csak a numerikus értéket kérje be tőlünk az AutoCAD, és szépen a blokkunkba jelenítse azt meg. Ilyen feladat lehet még az érdességérték feltüntetése mondjuk a gépészeti rajzokba. Akkor kezdjünk is neki a munkának, hozzunk létre egy magassági szint jelet. Ehhez én létrehozok egy új fóliát, kontúr néven, csak azért, hogy ne a nullás fólián dolgozzunk. A színe az most sárga lesz, ez lesz az aktuális. Vonalba belemegyünk, egy tetszőleges helyen elindítjuk, és azt mondjuk, hogy egy nyíl fejet hozunk tulajdonképpen létre, hiszen metszetbe fogjuk használni ezt a szint jelet. Azt mondjuk, hogy kukac, 10, kisebb jel, 45 fok. Itt van, hát nem túl nagy, de a célnak megfelelő, ezt le fogjuk tükrözni. Elkészült. Most megrajzoljuk a magassági szintjelnek a szárát. Mondjuk legyen 20 hajzegység, és tőle jobbra mondjuk 45 hajzegységre egy másik egyenest húzunk. Ez már így kész is lenne, de be is sraffozhatjuk az egyik felét, jelezve azt, hogy ez bizony egy metszeten értelmezendő. Elkészült a blokkunk, a színét most meg is fogom változtatni, jobban mondva a fóliájét. Így jönni. Nagyon jó. Létrehozhatunk esetleg a szövegeknek is egy fóliát, ilyenkor sárga. És elhelyezzük az attribútumot. Attribútumot a kezdőlap fül blokk paneljánál tudunk beszúrni. Menjünk a blokk feliratra, a lefelé mutató nyílra, kinyílik a panel, és az attribútum definiálása nyomógombra. Menjünk rá. Bejön egy párbeszéd ablak. Minden attribútumnak van címkéje, ez lesz az azonosítója, legyen ez az, hogy szint. A prompt az a szöveg, amelyet az AutoCAD ki fog írni majd a parancsolba, és utána nekünk be kell majd adni az attribútum értékét, de azt írjuk be, tehát, hogy adja meg a magasság értékét. Valamint, ha lenne olyan alapértékünk, amelyeket ugye nagyon sokszor be kellene gépelnünk, akkor ide ezt megadhatnánk, és nem kellene mindig kitöltenünk az attribútumnak az értékét. Ezután okézzük le, és megkérdezi tőlünk a rendszer, hogy hova szeretnénk elhelyezni. Hát én most ugye 5 egységre a vonaltól fölfele fogom elkészíteni. Ígyni. Elhelyeztük az attribútumot. Most már az attribútumot és a vonalakat és a sraffot össze kell fognunk egy blokkba, jelöljük ki, majd menjünk a létrehozás nyomógombra a blokkok esetébe, adjunk ennek egy nevet, a neve legyen az, hogy inkább legyen az, hogy szintjel, egyszerűbb, meg kell adni a bázispontot, ami ugye egyértelműen most az esetünkbe a nyírnek a csúcsa, elkészült, konvertáljuk blokká, és egyből megkérdezi, amikor blokká konvertáljuk, hogy mi a magassági érték, most meg kell ide adnunk egy értéket, legyen ez 100, oké, és szépen behelyettesítette. Jó,
Akkor most szúrjuk be a blokkunkat. Ugye itt ki tudjuk választani, igen, a szintjelre van szükségünk. Beszúrjuk. Megkérdezi a parancsolba tőlünk az információt az AutoCAD, tehát, hogy adjuk meg a magasság értékét. Most 200-at beütöm, Enter. Tehát nagyon szépen lehet ezzel dolgozni. Hát rajzoljunk egy nagyon egyszerű demo rajzot, ahol ezt tudjuk használni. Mondjuk ilyen lépcsőzetes szintek vannak. Ezeket a szinteket kellene nekünk ugye beméretezni, úgymond. A be parancssal behívjuk a blokkokat. Szintjel. Hozzáillesztem. Beírom azt, hogy 100. Majd megint beillesztek. Legyen mondjuk ez 80. Enterrel behívtam. Újra. Majd ide az, hogy 90, esetleg most mögé is írhatjuk azt, hogy méter, tehát nem csak az értéket lehet itt megadni, hanem bármilyen szöveget. Ide most beírtam azt, hogy 90 méter, de hogy még szemléletesebb legyen, beillesztek egy blokkot, és beírjuk, hogy ez egy AutoCAD tanfolyam. És szépen az attribútumnak ez lett az értéke. Tehát a blokkokat nagyon hatékonyan tudjuk felhasználni, hogyha attribútumokkal egészítjük ki. Természetesen csak akkor kell használni, hogyha a feladat megkívánja ezt.